ilyen döntéseket, nem tudom, máshol pucsnak szokták hívni. Mondta a Momentum képviselője a keddi közgyűlésen. Topán László arra reagált, hogy a városvezetés átalakítja az önkormányzat bizottsági rendszerét, kihagyva a Momentum politikusait a döntéshozatalból. A Városfejlesztés és Innovációs Bizottság elnöki posztjáról éppen Topán Lászlót. Ezzel a közgyűlés kezdetekor szembesült az állítólag szövetséges frakció. Mikor döntöttek, ki mikor szerzett erről tudomást, esetleg ezt tegnap döntötték el váratlanul, vagy esetleg már korábban, és ha igen korábban, akkor mi szükség van az utólagos, pótlagos beterjesztésre? Miért nem lehet az embernek a szemébe mondani azt, hogy mi vár rá, mire számítanak, vagy mire nem számítanak, és miért, milyen indoklással? Tette fel a kérdést az eltávolított elnök. Azért távolítják el őket, mert nem írták alá azt a nyilatkozatot, amit a baloldali frakciószövetség megkövetelt a Momentumtól is, hangzott el a soraikból. Ezzel szembesítette a polgármestert, a Fidesz frakcióvezetője, aki politikai leszámolásról beszélt. A Momentum képviselői nem írták alá azt a bizonyos nyilatkozatot, ami a továbbműködés, az együtt továbbműködés feltétele lett volna a pécsi baloldali koalíción belül. Köszönöm. A mi szótárunkban, hogy politikai leszámolás ilyen nem létezik. A politikában önök picit régebb óta politikusok, mint én, tudják nagyon jól, hogy a szövetségek időről időre változnak. Így reagált a polgármester a felvetésre. A korábban eltávolított Bognár Szilvia egykori alpolgármester kemény kritikát fogalmazott meg. Javaslom, hogy a Pécs jövője frakció változtassa meg a nevét Pécs múltjára, mert a módszerek, amiket alkalmaznak, az ország legsötétebb időszakát idézik. Köszönöm. Függőségi viszonyt épít ki a városvezetés a baloldali képviselőkkel, és így számolja fel a szabadságukat a döntések meghozatalakor, mondta a képviselőasszony. Amiatt szüntetnek meg egy bizottságot, a Városfejlesztési Bizottságot a baloldal képviselői, mert abban ültek olyan baloldali képviselők, akik rámutattak olyan panamákra, visszaélésekre, amiket egyébként a mostani baloldali városvezetés követel. Nem másról szól ez a mai döntés is, mint gyakorlatilag egy politikai adokkapokról, ami a baloldalon belül zajlik. Ellehetetlenítik azokat, akik kritizálják a városvezetést a koalíción belül, mondta az ÖPE politikusa. A városfejlesztési helyett környezetvédelmi bizottságot hoznak létre, amit az LMP-s Kóbor József vezet majd. Topán László így bizottság nélkül marad, még a másik momentumos, Pokorádi Gábort is kiteszik a jogi és ügyrendi bizottságból a városvezetői javaslat szerint. Thank you.